Köszöntünk minden kedves nézőt, itt az Európai LCS nyári évadának első hetének második napján. Mint ahogyan az már biztosan sokatoknak feltűnt, Európa legnagyobb nyári bajnoksága kezdetét vette a tegnapi napon. Itt van újra az EU LCS. Azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében a megszokott időben és rendszerben, továbbra is pénteken és szombaton vannak a mérkőzések, ahogyan az tavasszal is volt. Péntekenként este 6 órától kezdődnek a mérkőzések, ilyenkor szombaton pedig délután 5-től. Nagyon fontos megjegyezni, hogy most már 5-kor és 6-kor, pontosabban 6-kor és 5-kor mindenféleképpen el fognak kezdődni a meccsek, ugye ez egyfajta újítás a mostani rendszerben. Ez azért is fontos, mert most már nem értek rá kifogásokat gyártani 5 és a mérkőzés kezdete között, vagy 6 és a mérkőzés kezdete között. Pontosan amikor harangoznak, akkor itt kell ülni a tévé előtt, és kell nézni a legnagyobb ütközeteket, hiszen érdemes, most is 10 csapat van az LCS-ben, az EU LCS-ben, ugyanaz a 10 csapat, mint tavasszal, és hát meg kell jegyeznem, hogyha a tavalyi, pontosabban a tavaszi izgalmak csak egy fele mondjuk jön össze, akkor már nem fogunk unatkozni 9 héten keresztül, hiszen most is az alapszakasz 9 héten keresztül zajlik, és egyedül egy Rift Rivals szakítja ezt majd meg, ahol is Európa és Észak-Amerika tavaszi legjobbjai küzdenek majd meg egymással. Az egész EU LCS nyári évad pedig szeptember 12-én a nagy döntőn fejeződik majd be, és igen, amit még mondanom kell most az az, hogy minden nap 5 darab mérkőzésünk van BO 1-es szériában. Szia Csió, én pedig Thanatos vagyok, ezt nem írtam föl, hogy erről is beszélünk. Így van, a mai nap folyamán jó pár mérkőzésen Darcig érkeztéig. Kedves kollégám Csió lesz velem, jó magam pedig Thanatos vagyok, sziasztok. Én is üdvözlöm a kedves nézőket, szia Tana. És igen, mai napra is kapunk jó pár izgalmas mérkőzést. El is mondanám, hogy mi várható a mai napra. Az első mérkőzés a Rocket és az H2K fog egymásnak kardot döfni, utána Misfits és a Unicorns of Love fog összecsapni, megnézzük, hogy Newsik mit tudnak a pacikkal kezdeni. A Giants és a Vitality fog a harmadik mérkőzésen, a Shake és a Fnatic a negyediken, míg a Splice és a G2 lesz a mai napzárunk, de aztán még azért lesz más is. Így van, ugye ami nagyon fontos, az, hogy ahogyan tegnap is, ma is van egy kiemelt mérkőzés. Bizonyán van, Instán szavazásunk megint, úgyhogy menjetek és nyomkodjátok össze-vissza az Instánkat. Igazándiból úgy gondoltam, hogy nagyon fontos mérkőzés most ez a Fnatic és Shake összecsapás. Nem csak azért, mert a Shake tegnap elhozta az első pontját, és a Fnatic nem, hanem azért, mert a Fnatic egy kicsit alulszuperált, de már egy kisebb beszélgetünk. Úgyhogy Fnatic, Shake, nyomjatok a nektek szimpatikusra, vagy arra, aki szerintetek a mai nap elhozza azt a pontot, amire vártok. Így van az Instagramunkon, a szavazás már él, ebben biztos vagyok. És ami nagyon fontos amúgy, hogy itt a házon belül is azért ilyen tippjáték zajlik, minden meccs előtt láthatjátok, hogy mi milyen végeredményre tippeltünk. A tegnapi nap ez már elkezdődött, viszont ilyen összesítő táblázatokkal nem fárasztunk majd mindig titeket, hanem a tippelési férfiasság összemérése minden pénteken a felvezető showban kerül majd. Tehát akkor fogjuk ezt megcsinálni, de ezzel ráérünk addig. Viszont, ahogy említettem, már tegnap is tippeltünk, és azért tippeltünk, mert már voltak tegnap is mérkőzéseink. Bizonyán voltak, akik behúzták a kötelező pontokat, ez pedig név szerint a Shake, a Vitality, a Giants, a Misfits és a G2, ők gazdagodtak ponttal, míg a másik öt csapat, a Rocket, a Unicorns of Love, a Fnatic, az H2K és a Splice sajnos nem sikerült pontot szerezniük az első nap folyamán, de még hát közel sincs itt a vége, úgyhogy minden lehetőségük megvan erre, hogy szépítsenek, például a mai nap folyamán. Pontosan, és hát a tegnapi napra egy picikét még visszautalva, azért azt kell, hogy mondjam, hogy a várakozásoknak megfelelően káosz és anarchia uralkodott az idézők szurdokában. Igen. Ugye bármilyen ösvényre jöhet, szinte bárki, bármilyen ösvény ellenfélre lehet számítani. Hihetetlenül fontos az, hogy kinek mekkora hős bázisa van, hogy az egy kis hős medence, champion pool, vagy esetleg egy egész tengernyi hős választéka van valakinek. És úgy gondolom, hogy hihetetlen fontos szerepe van az edzőknek is a mai, illetve a tegnapi nap folyamán is, meg amíg ez a káoszos meta tart, hogy hogyan tudják lereagálni ezt a hihetetlen nagy változatosságot, hogyan tudnak fölkészülni egy-egy taktikával. És hát a tegnapi nap folyamán úgy nézett ki, hogy nem mindenkinek fekszik ez a játék. És nem csak arról beszélünk, ugye, amit előbb a tabellán láttuk, hogy van, aki győzött, van, aki veszített, hanem arról, hogy például a Fnatic, akiről már te is beszéltél az előbb,
Hát talán ő volt a tegnapi nap negatív meglepetése, a legnagyobb csalódása, mondhatjuk így is, negatív csalódása, hiszen annak ellenére, hogy milyen magabiztosan nyertek ők például tavasszal, hát annak ellenére olyan magabiztosan kaptak ki tegnap, ugye az a Rekreszféle Gianna és Broxaféle Tarik nem működött, káoszos választás, eddig eljutottak, de aztán a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött. Persze azért nem csak negatív csalódások voltak tegnap. Nem, pont ezen a mérkőzésen történt meg, mikor egy nagyon pozitív, és egyébként valószínűleg itt volt a kutya elásva a Giannával, hogy Hansen hozott egy Drevent, ami a hódító rúnának köszönhetően szétdarálta az egész Fnatic bázist, és egyszerűen nem tudták megállítani, félelmetes volt, nagyon nagy potenciál van benne, nem tiltották ki, ők pedig kihasználták, Hansen alapból is szereti ezt a hőst, plusz ugye a kettő lövész között van, aki még a metában biztonságosan megjelenhet most az alsó eseményen, mint lövész ténylegesen, a másik pedig el kell mondani, a Senkax Lulu-ja elképesztően jó volt a középső eseményen, mind sebzésügyileg, mind a csapat térén hasznosságba. Az átalakítások, a nagyra női képessége, bármiféle olyan kihasználás, amit ő be tudott dobni a csapat, az azt megtette, és is simán tudtak ők is győzedelmeskedni. Úgyhogy vannak itt nagyon-nagyon izgalmas választások, és bevált, vagy kevésbé beváltak. Pontosan, pontosan, és az évek során azért nem egyszer hallottam már az embereket panaszkodni, hogy mennyire ugyanazokat a hősöket választják a profik mindig egy bizonyos szakaszban, mennyire egyféle hős típus az, ami hihetetlen prioritást nyer a profik között. Én azt kell, hogy mondjam, hogy most mindenki hátradőlhet, aki eddig panaszkodott, hihetetlen változatos meccseink vannak, és nagyon érdekes duók is, tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy valaha úgy fogok itt állni, hogy arról kell beszélnem, vagy azt kell engedjeznem, hogy figyelj, figyelj Csió, mit szólnál, hogyha így az alsó ösvényen egy ilyen Fiddlesticks Heimerdinger páros lenne? Azt szerinted működne? Én láttam utána, hogy működött két mérkőzésen is. Pont az H2K kapott ki velük, és bocsánat, a Rocket kapott ki ellenünk nagyon csúnyán, de hát ők egy Gianna Rakan-nal próbáltak helytállni ezen két hős ellen, és ennek nagyon durván 13-2-es lett a végeredménye így a meccs végére, és nem is volt hosszú menetelés, mondhatni, hogy easy volt. Úgyhogy a Rocketnek tényleg fel kell kötni a gatyót, és egy kicsit adaptálódni a mostani metához, mert ez a Fiddlesticks Heimerdinger, ez elképesztően erős a középső, vagy az alsó ösvényen, pláne, hogy a csapatharcról van szó. A kábítások ne további, a CC-k, újraéledés, mindenféle dolog van némítás, itt. Némítás. Minden. Igazából abszolút kellemetlenség áradat ez a duó. Viszont nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy szerintetek melyik párosok, melyik duók, melyik kombinációk működnek a legjobban. Nem csak az alsó ösvényre érdemes gondolni, hiszen például dzsungeres középsősvényes, vagy dzsungeres felsősvényes párosítás is létezik, de igazából az öt pozíció bármilyen permutációja játszhat. Szerintetek vajon kik a legjobb párosok most, vagy kit látnátok nagyon szívesen az EU LCS-ben? A Magyar LOL TV Twitter oldalára küldjetek egy tweetet, kukac Magyar LOL TV, így tudjátok betegelni a mi oldalunkat, ha eddig nem követtétek volna, akkor elnye-benye, viszont most ezt pótolhatjátok, és nagyon örülünk ennek. Várjuk a tweeteket, az adás közben egy-kettő vicces, vagy éppenséggel drága adáskezelő Bastingnak szimpatikus tweet mindenféleképpen fog érkezni. És akkor azt mondom, hogy a mai nap első mérkőzésével ideje elkezdenünk foglalkozni, hiszen a Rocket és az H2K tegnap kapott egy-egy vereséget ajándékba. Kérdés, hogy megelégedtek-e ezzel, vagy ma valami más szeretnének a kosarukba? Mindenképpen a Rocketnek össze kell szednie magát. Az H2K-re nem lehet egy rossz szavam sem. Elképesztő hosszú mérkőzés, a nyári szakasz leghosszabb mérkőzését kaptuk, ez egyébként hozzátartozik. Tehát ott már mind a kettő oldalon be volt törve az inhibitor, lehetett volna nyerni. Ott jobb volt a Giants ebben a pillanatban. Eleme mind a kettő csapat 0-1-ben zárta a tegnapi napot, kellenek a pontok. A Rocketnek viszont nem érzem jelen pillanatban azt, hogy ők megtalálták ebben a metában a helyüket. A Giantsnek sokkal jobban fekszik, ők felkészültek ebből, mondhatni, talán felkészültek az ellenfélből is. A Rocket még nem ébredt fel a cica álmából, úgyhogy valami kis meleg tejet remélem, hogy most kortyolgattak a mai napra, és tényleg felzárkóznak. Így van, meglátjuk, hogy tényleg ezt remélte, de amúgy nézzük meg, hogy mi miket tippeltünk, én is nagyon kíváncsi vagyok. Tegnap óta én azt mondtam, hogy a Rocket, te mit mondtál, mi, most kiben bízol? H2K. Tegnap is az H2K-ben bízszál, akkor egyértelmű. Jó, akkor innentől kezdve ez vérre megy, hölgyeim és uraim. Én a Rocket győzelmét fogom lekommentálni, Csió pedig az H2K győzelmét, úgyhogy meglátjuk, reméljük. Sőt, egészen biztosan nem ugyanazt a meccset nézzük majd Csió, de ezzel nincsen semmi probléma. Más-más szemszögből. Így van, majd így van. Megnézzük, mikor megváltással gyilkol itt nekünk Norskeren, vagy Promiscu, akkor mit szólunk a másikhoz. De érkeznek a választások és a tiltások is. Zoé kötelező tiltásnak mondható, ugyanúgy, mint Irelia, vagy esetleg Camille. Nagy fene lány,
nem fene gyerek, de már gyereknek is jó a középső ösvényen. Úgyhogy Zoe az elképesztően erős, ugyanúgy egy Thalia, mondjuk ő nem a középső ösvényen, hanem egy jungle-ben szerepelt. Shook megtapasztalhatta, hogy mennyire fáj az áramütéssel rendelkező Thalia ellene, aztán a végére azért azzal a Nocturne-nel tudott egy-kettő gyilkosságot elhozni. Másik oldalon pedig látunk egy Taric és egy Ryze tiltást. Pontosan, ugye? A kék oldalon a Rocket van jelen pillanatban, az Ace pedig a piros oldalon. Ahogyan azt már megszokhattuk, a patch egy picit le van maradva, 8.11-ben játszunk még jelen pillanatban, úgyhogy erre azért érdemes figyelni. Jelentős változtatások vannak azért mostanában a patcheknél, a Riot Games nem véletlenül hát dolgozik ennyit, vannak bőven ötletek, közben a tiltólistán megjelent ugye a jó kis Darius a Rocket oldaláról tiltólistára került, majd Irelia szintén az H2K-től, és Vladimir kerül kiválasztásra. Az a Vladimir, aki hát hihetetlen nagy népszerűségnek örvend jelenleg, és nem azt kell, hogy mondjam, hogy ő egy ilyen visszatérő alkat, tehát hogy eddig is kifejezetten szimpatikus választás volt sokaknak. A képességében adódóan lecsusszant. Egyre lejjebb. Felsősvényen kezdett tavasszal, aztán megjött középsősvényre, most pedig lövészként láthatjuk, vagyis hát általában lövészek szokták elhozni Vladimirt. Vicces, vicces, aztán valami fájdalmas is egyben, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogyha HeQ-hoz érkezik, mit tud vele alkotni itt nekünk. Mindenképpen nagy potenciál rendelkező hősről beszélünk, csapatharcban elképesztően tud sebezni, menekülési lehetősége is van. Ha csak nincs az ellenfélnél mondjuk egy Lulu, aki azt mondja, hogy sehova tovább, mert lassítalak, itt van velem Pixi is, ha esetleg jön Shook-nak a Nocturne-nak, akkor még fel is doblak, és már miért ne jönne Shook Nocturne-ne. Egy kicsit ő az előző mérkőzésen, vagyis a tegnapi napon elaludt, aztán, ahogy megvásárolta a doktert, ja, hogy nekem ilyen nem is van, akkor bemegyek, jön a paranoia, és szétszedek mindenkit, legalább egy embert kiszedek, majd miután megvásárolta egyébként az őrangyalat, utána még bátrabb volt, mert ugye volt rá lehetőség, hogy csapat utolérje, és megmerkítse kifele menet is. És ez nagyon jó az ilyen orgyilkos hősöknél amúgy mindig, hogy be tudsz menni, ki tudsz menni, zaklatni tudod az embereket, és ezért Nocturne-re jó kis kombókat is lehet építeni. Lissandra választás, hölgyeim és uraim, számra nagyon szimpatikus ez a hős. Mindig, ha már kezdeményezésről beszélünk, akkor abba például Lissandra piszok jól tud szerepelni. Illetve nagyon kíváncsi leszek amúgy tegnapi nap folyamán közülünk reviews, például rögtön a műsorain kihangsúlyozta, hogy Nocturne milyen jól lehet kombózni, ha van egy Karthus is melletted, a gyászcsapás lényegében, hát derültékből hát gyászcsapás érkezik, nem tudom, hogy mennyire akarnak erre alapozni. Ajaj, kezdődik is, végre a hangunk is. Egyébként Lissandra talán mondhatni, hogy a középső ösvény leónája, tehát annyi CC-vel rendelkezik, hogy elképesztő bemenni be tud, annyi különbség, hogy ő talán túl is élő végső képességének köszönhetően. Graves-t egy kicsit temettük jungle-ben, mondjuk nem biztos, hogy oda érkezik egyébként, tehát így még nem mondanám, hogy hova jön ez a Graves. A Fiddlestick talán megtippelhető, hogy Promiscue fogja majd alkalmazni, és most vált kérdéssé bennem, hogy az a Lulu, lövész Lulu? Vagy középsősvényes Lulu? Most bocsánat, tehát, hogy bevallom ez, de én mióta itt látom, úgy vagyok vele, hogy Smithy J választotta ki, és ennyi. Okay. Ennyit én is mondtam, hogy ne menjünk bele, de most ebbe belefutottam el pofonba. Én azt mondom, hogy most ez egy lövész Lulu lesz, aztán majd meglátjuk. Nem baj, tehát nem mondasz butaságot, mert láttuk már. Tehát, hogy egyértelműen lehet erre alapozni, és itt esélyekkel játszunk. Tehát, hogy szinte olyanok vagyunk, mint a kvantum fizika, csak úgy dobunk be esélyeket, és akkor majd valami lesz. Közben a tiltólistán Soraka. Így van, és valószínűleg Karma is fog mellé kerülni a tegnapi nap utózöngéje az H2K-nél. Elég erős párosról beszélünk szintén, hogyha párosokat említettünk, ez a Soraka vs Karma. Tele van pajzsal, gyógyítással, CC-vel, elképesztő belső lángokkal, meg tüzekkel, meg patákkal és banánnal. Meg banánnal, az is így van, jó egészséges banál, irgalmatlanul hízdal amúgy. Aatrox a tiltólistán. Ő is ezért eléggé nagy tápuszár lett manapság, egyértelműen. Tegnap volt. Volt. És ahhoz képest, hogy temettük Csacsit a csogát a választás, amit tudjuk tavasszal egy kicsit gyengébben szuperált ezzel a hősrel. Na hát most volt bekebelezés bőszen Aatroxra is. Nagyon tetszett, mikor újra élet, és még egy egyremott egy stopper urát is, hogy hátha túléli a dolgokat, de nem. Ugyanúgy, hogy Mundo is volt a tegnapi nap folyamán. Hát az önsanyargatás most így az első mérkőzésen nem lesz, minket se sanyargat. És Morgana tiltás, ellenben Morgannak a tesója volt Kayle tegnap. Pontosan, illetve azért megkérdezni, hogy Morgana például Fiddlesticknek a jó kis hollóit nagyon tudja akadályozni, hogy a megfelelő célpontot némítsa, illetve úgy általánosságban Lulu-nak a kis genyasságait is le tudta volna védeni.
viszont közben Draven kerül kiválasztásra. Draven, akiről beszéltünk, hogy én bevallom, hogy szintén mindig is utáltam ezt a rohadékot, tehát, hogy jaj, élőben vagyunk, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy irgalmatlan sebesség, irgalmatlan sebzéssel rendelkezik, és nagyon jól tud piszkálódni. Tehát profi kezekben egy Draven, hogyha elszabadul, akkor nagyon észnél kell lenni. Ha elszabadul. És nagyon újonganak kint is, és én is nagyon örülök, hogy megérkezett Pike, ezen Patch. Újonccal kapunk is egy bejátszást az ő képességéről, ugye mélységi merüléssel éppen. És hát ez pont nem az, mert tamkencs, de kiszemelte magának a Kogmó hátsóját. És igen, egy kis stresses húzás, végső képesség, köszönjük szépen, és nagyon jó. Nagyon jó egyébként, hogy megosztja az aranyat. Tehát így nem lesz reportolás a végén, hogy be kell eseltette szemét support. Itt végre használhatod a gyilkos ösztönödet, az is egy másik karakter. Ellenben lehetősége van gyilkolászni, és ez jó. Ajjaj. Húha! Jó, nekem már megvan. Teljesen nekem megvan. Neked már teljesen megvan. Na, figyelj, te úgyis bevállaltad, én azt bevállalom, hogy Csogát megy topra, jó? És Nocturne dzsungelbe, ez mindenképpen így van. Lulu mid, Draven és Fiddlestick az alsó ösvényen. És te meg gondolom erre gondoltál, nyilvánvalóan erre gondoltál. Erre gondoltad, Rocketnél nem. Én azt hittem, hogy Vladimir jön lövésznek, Ziggs elmegy középre, és Lissandra pedig fölmegy a felső ösvényre. Talán mondhatni, hogy jobban hely tudott volna állni azzal a Csogáttal. Bár Vladimirnek az életerő visszanyerése egy ekkora böhöm szörnyel, csótánnyal mindenképpen előnyére fog válni. Oha. És láttunk már Ziggs lövészeket. Pont a Vitality-nél a tavaszi szezonban szétdarálták az első 10 percben a külső tornyokat, és utána mehettek tovább. A Ziggsnek ugye nagyon jó kis passzíva rendelkezik. Ha a torony 20% életerő alatt van, akkor elég egy bombácska, és Allahu Akbart kiált, és megy minden a levegőbe. Így van, egészen konkrétan. Ez amúgy arabul azt jelenti, hogy fel. Érdemes megemlíteni azt, hogy általánosságban a Ziggsek azért jó nagy távolsággal rendelkeznek. Tehát tudják dobálni a kis bombát, szintén tudnak ők is piszkálódni, hihetetlen jó ösvénytakarítási képesség, előre tudják tolni az ösvényt. És azért Dravennek ugyan egy-egy csapása nagyon, de nagyon erős, de ettől függetlenül nem mondanám az ösvénytakarítás királyának a játék korai szakaszában, és erre pont jó lehet tényleg ez az X, hogy képes lehet az első torony döntést, a zavarást és mindent megvalósítani, ugye általánosságban a Rocket. Igazándiból az a nehéz Dravennel, hogy tudják, hogy hova fog érkezni. Ha ő szeretné tartani a támadás sebességet, mindenképpen fel kell venni ezeket a bárdokat, amit ő haigál. Mert ez Ziggs egy tökéletes ellencsapda lehet, két képességével is tud területre ható sérülést alkalmazni, vagy meggátolni ezeknek a bárdoknak a felvételét. És onnantól kezdve megvan lőve Sheriffnek a Dravennje. És Pike is egyébként egy bosszantó karakter lehet ezen szempontból, mert folyamatosan ott tud lenni, folyamatosan tud szurkálni. Promiscue-nak kell megteremteni az agresszívabb, támogató játékos netovábbját, hogy lehetőséget adjon Dravennek a kiteljesedésre. Márpedig azt mondom, hogy Fiddlestick erre tökéletesen alkalmas, hogy zavarja az ellent, és egy ideig helytálljon, míg Draven azt mondjuk, hogy fel fog éledni. Runa és egyéb képességválasztásokban túl sok látnivaló nincs, talán Pike-ot emelném ki, hogy van neki kis tankossága, ugye utórengés hozott főnúrával, így egy kicsit tankosabb is lesz, éri profitnál fönt, felsősvényen ő csipkelődni fog a csogádba, és Meteor, Smith Jane-nél maximálisan full kretényben nyomja, megnézzük, hogy ez mennyire lesz nála alkalmas, talán a jungle-eseknél bevált runákat láthatjuk, így is van, tegnap egyébként pont Liviusék, vagy nem, mi emeltük ki talán Zimivel, hogy éri szezon volt. Minden, mindenki, aki csak lehetett érit hozott. Érik a szörlő... Ja, ez más. Alapvetően ezen két csapat jelen pillanatban szerintem, amiben nagyon erős tud lenni, mind a két oldalon, talán szinte mondanám azt, hogy egyenlő mértékben, az a kezdeményezés. Ugye a hátsó sort egy Vladimir könnyedén ki tudja szedni, hogyha jól megindul és jól fókuszál. Ugyanígy egy Lissandra szintén képes erre. Nagyon jó az egyéni fókusz is a Rocketnél. Gondolj bele, hogyha helyhez kötsz egy embert, akkor Ziggsnek a végső képessége a maximális sebzés fogja kiadni. Közben Memento érkezik már is az alsó ösvényre. Nem, mert Sheriffék kicsikét hátrébb szorultak. Ez a sutyerák pedig valószínűleg meg fog halni. Neked hogy tetszik a sutyeráknak ez a fajta prioritása jelen pillanatban, ami az utóbbi két perc alatt úgy kijött?
Nekem nagyon tetszik, mert körülbelül hasonló harcok alakulnak ki, mint egy baronna sorért. Tehát a napján folyamán olyan vérremenő küzdelmek alakultak ki a kisütyiért, hogy szívem belefájdult, hogy eddig nem kaptam ezt a törődést. Egyelőre nagyon jól érkezik a sebzés, megvan a csonnyárs mellé megy, így viszont Sheriff megúszta ezt az akciót. Így van, de villanást kellett ezért odaadni a Sheriffnek, úgyhogy innentől kezdve ő támadható, sebezhető lesz, míg Norskelen azért a passzívja miatt visszatöltött az életerejét. Ugye úgy működik, hogy eltűnsz az ellenfél szemei elől, ami egyébként a alámerülésnek köszönhetően valami könnyen megvalósítható, visszanyered a kapott sebzésednek x százalékát, úgyhogy nagyon-nagyon kis genyó karaktert, hogyha már ez a szó használattal élünk, rakott össze nekünk a Riot bácsi, és Memento elhozza a másik oldalos sutyit is, nem tudom, hogy eddig Súk merre jár, de valamire nem ott, ahol kellene. Nem, egyáltalán nem, és talán pont nála emeltett ki, hogy ő igazából a játék első felében, hát nem is tudom, ő nem feltétlenül, nem, bocsánat, az Mementónak mondtad a Nocturne-re a tegnapi nap folyamán, de... Nem, Súk volt az. Súk volt az? Mm-hmm. Súk volt az, akiről beszéltünk? Mm-hmm. Oké, rendben, semmi probléma. Így van, most már én is látom, hogy mire gondoltál. Szóval Súk a tegnapi nap folyamán is eltűnt ezzel a Nocturne-nel. Ajaj, selfie, nézd csak milyen agresszív az a lulúval. Nem semmi. Ugye töltete most már nincsen Blanknek, úgyhogy haza kell mennie. Teleportja viszont van, úgyhogy vissza tud érkezni az ösvényre viszonylag hamar. Szóval Súk tegnap is viszonylag lassan indult meg. És azért azoknál a Graves-eknél, akiket láttunk, már nem egyszer megfigyelhettük, hogy mennyire gyorsan tudják takarítani a dzsungelt, előnyt is tudnak szerezni belőle. Szóval nem csodálkozunk azon, hogy Memento már járt ösvényen is, elhozott két sutyerákot, és hát úgy általánosságban valahogy úgy tempósabbnak tűnik az ő játék a pillanatban. Igen, Súk nyilván talán nem ütött be tegnap se a kávé, és még most is hiányát szenvedi ezen koffein tartalmú italnak. Amit még ki kell emelnünk itt a fiddlestickeknek, ugye a használata során, amit az előbb is láthattunk, hogy vagy különválsz a lövészettől, aki nem lövész, hanem APC, és nem pattan tovább a varjú, vagy elszenveded az ide-oda pattogásból következő plusz sebzést, ami nagyon-nagyon kellemetlen. Viszont, ha távol mész a lövészettől, onnantól kezdve ő nagyon könnyen sérülékenyé válik, hisz azért vett egy támogató játékos, hogy támogasd és megvéd. Elképesztően jó választ tesz Fiddlestick. Hát Buress megálmodta ezt már jó sokál ezelőtt, és ő alkalmazza. És Blank pedig nagyon nagy bajban. Azért figyeljük meg, hogy Selfie-nek az életereje is ott van egyértelműen. Lissandrát 664 nappal ezelőtt láthatunk az EU LCS-ben. Én, mint aki imádja Lissandrát, tudnátok milyen kemény 664 nap volt ez. Már könyvet akartam írni róla, de sajnos nincs ez a korosztály, aminek ez jó. Minden esetre őszinte leszek, én szeretem ezt a hőst, és hihetetlen jó kommentátorként is a szereplése, hiszen kezdeményez, lendületet ad a játéknak, általában ő az, aki meghúzza a ravaszt élve ezzel a megszokott kifejezéssel. Ez most amúgy egyelőre Blanknél nincsen meg, tehát Selfie folyamatosan piszkálja, kiszorítja őt az ösvényről. Van egy négyes farm hátránya is amúgy Blanknek, hiába most megy neki, ugye dolgozza ezt, de Selfie vissza fog érni az ösvényre, és ugyanúgy elpusztítja azt a 7 darab minion, szóval... Súki harc, figyeld meg, lesz balhé. Lesz baj, azt mondod, így van, jön Súki is, Memento egyelőre bajba került, itt van Blank szintén 6-os szint, még sehol nincsen, viszont 3-an vannak az éstukések, villanak Mementóra, Memento tökéletesen jó villan, Norskeren szintén itt van, a jégösvénye Blank nem kezdeményez, kábítani nem fog tudni Norskeren, viszont gyönyörű szép a csondár, a Selfie falvillanás, hiába pajt, megérdemelt első gyilkosság is, közben profit! Felsősvény halálos áldozata lett. Hát egy kicsit túljátszottak is, ahogy megjelen Norskeren ezzel a pálykkal, mindenki menőkülőre fogta. Remélem lesz visszajátszás, mert gyönyörű volt. Mint a tegnapi Hecarimot láttam volna, hoppá, itt közben azért még Sheriffet is büntetni próbálják Norskerenék. Hogyne, Sheriff azért egyedül van, ezt lehet, hogy megpróbálták volna kihasználni. De végül nem jött össze, megérkezett Promiscue is. Nagyon szép akció, biztosan lesz Profit és Smitty J párharcáról valami. Smitty J a teleportját most használt el, mind a ketten villantak, ez most már 1000%. De abban is biztos, hogy az első gyilkosságról sem fogunk lemaradni, hiszen ott talán az éjstuké számolt egy picikét el magát, náluk volt az ember előny elsőnek, csak hát nem úgy alakultak a dolgok, hogy ők tervezték. Igen, mondjuk nagyon nehéz számolni Pike érkezésével. Nézzük meg a felsősvényen mi történt. Ugye használta Vladimir a végső képességét, és eleget tud kiszakítani Smitty J-ből, hogy utána az Érivel folyamatosan sebezni tudja őt. Hát nem egy üzembolt ez a csogát, és a vérmedencével majd az utána lekövető villanással végül be tudja torony alatt fejezni Profit.
csogatot. Nem kis szó, hogy el lehetett hozni, úgy gondolom ezen a szinten. És hát igen, az éstukések. Hát hajat törölnek, és itt van, amit láthatunk, Memento kivillan, és érkezik Norskeren, még gyönyörű szépen tudják lekövetni, vagy selfie, de közben megint... akció, selfie még nagyon szépen kijön a végső képességével, de ez kevés lesz ide, vajon? Raj, de szépen kikerültük azt a robbanó lövedéket, így megúszta Lulu, hárman jöttek ide. Milyen kis genye ez a Pike, nem? Igen, tehát így elképesztően jó karakter ilyen szempontból, nekem hasonlít egyébként, mint Kai'Sa, tehát a támogató játékosok legjobb képességeiből lett egy kicsit összerakva. Van egy blitzkrenkes, trashes húzásunk, van egy kis lekötésünk, ami Leónától van, láthatatlanná tudok válni, az is jó lesz, meg még kivégzek mindenkit, mert sebzésre építek. Hogy a fenében, csináljuk meg, tök jól hangzik. És nincs is az ösvényé, jól láthatóan, tehát van neki mindene, ez a második akció volt, amikor hát egyszer ők kezdeményeztek középen, másodszor pedig reagálni tudott. Igazándiból 6-os szint után lesz Norskeren Pike-ja veszélyes és elcsellenghető, olyan hillisztánkos magaslatokba tud törni majd. Mert ahogy lát egy kis lehetőséget bekonyízni egy gyilkosságot, na ő azt meg fogja tenni, vagy a középsőn, vagy a felsőn, akár az alsón is. Mert nagyon gyorsan tud közlekedni az alámerüléssel, mozgássebességet itt kap, láthatatlanná válik. Mi kell még egy jó támogató játékosnak? Egy ja, mondjuk sör. Életerő? Ja, életerő, igen, igen, életerő kell neki egyértelműen. Oh. Nagyon szép a csont húzás, ott Sheriffnek az életereje szintén fogy, jó egyelőre. HQ-nak a reakciója. Ez a csontnyárs, ez nagyon, nagyon, igazából az egész Pike-nak nagyon tetszik a játéka, azt kell, hogy mondjam. Ilyen stílusos genya, hogyha továbbra is maradunk ennél a kifejezésnél. Van egy kis húzás, van egy csomó jó képessége, ahogy te is mondtad. És Norskeren kezei között ez egy jó hős. Ezt most már látjuk. Igen, pedig pont tegnap bántottam, hogy talán csak Braummal tudott igazán jól kiteljesedni, mert a tegnapi rákányi az minden volt, csak jó nem. De úgy néz ki, hogy megtaláltuk az ő ideális karakterét, legalábbis így a második napra. Ez a Pike egyelőre úgy néz ki, hogy beválik nála. Én nagyon-nagyon féltem egyébként majd a 25. perctől, még egyszer kiemelném, jó karakter, de elképesztően sérülékeny. Neki nem lesz plusz életereje semmiből, sebzésé lesz átalakítva, amit ő ilyen tárgyakból ki tud magának fejleszteni. Uh-huh. Viszont sebzésre tökéletesen alkalmas, mondtam, hogy 2 darab jungle-ese van így a Rocketnek. És megvan az első sárkány, ami hegysárkány, mehetnek a torony döntések is, és esetleges surdok hírnökének elhozatala. Közben megtörténtek az első vásárlások is, még Profitnál ott van a stopper úr, amit nem tört szét, plusz 4 darab minion dematerializáló. Egyelőre Smitty G csak az őskorok katalizátorát tudta megvásárolni, ősi korokét, bocsánat. Ugyanezzel rendelkezik Blank is, Lulu pedig, hát miért ne Luden felé veszi majd az irányt a fekete pecsét gyűrűjével, meg a dorány gyűrűjével. Mindenféle gyűrűje van, a sötét, vagyis a romlás italával egyetemben, amit tudjuk, hogy kiegészíti egymást még mindig. Sheriff pedig, hát mi kellene neki első tájnak? Én azt mondom, az egy vérszomjas lesz, legalábbis nagyon úgy néz ki, letaszított királykardját nem igazán szoktak építeni Dravennek, legalábbis én úgy tudom. Igen, ugye alapvetően a vérszomjas az azért lehet nagyon jó, közben Sheriff gyönyörű szépen villan. Promiscue 6-os, és ott nincs rálátása senkinek. Egyelőre nincs, még nem kezdte el ugye kasztolni, nem kezdte el tölteni a varjú vihart. Most esetleg, most már, hogy látják, de Norskeren behúzza út a csonnyársal. Promiscue kezdeményez, így, hogy itt vannak törni, és így lehet esetleg. Promiscue gyönyörű! Stopper a használat! Így Norskeren hiába! Hiába próbálták végső képességével a gyilkos mélységgel kivégezni, nem jön össze, viszont nincs egyáltalán halott, hölgyeim és uraim, itt van még Memento és Blank, de ebből már nem lesz további akció. Egyébként egy fiddlesticket magadra húzni mindig egy két élő penge, nem egy életbiztosítás, az előbb is látok, hogy egyből kaptam megfélemlítést, majd ugye még a szipolyozást is. Aztán csak a szerencséjén múlott Norskerennek, hogy semmelyikőjük nem tudta elhasználni a végső képességét megfelelően, mert nem kétséges egyébként, hogy megjárta volna, hogyha sikerül Fiddlesticknek ezt elhasználnia. A felsősvényen pedig folyamatosan megy a csetepati, és nincsenek ahhoz képest elmaradva egymástól farmban. Egyik ösvényen sem, hogy 2 gyilkossággal vezet a Rocket, és van, hát kicsit több mint 1000 arany előnye itt a 12. perc küszöbén. Következő sárkányunk ismételten egy hedge sárkány lesz, mondjuk az első az valójában felhő volt, csak én próbáltam. Sheriff elszámolta egyelőre magát, érkezhet Norskeren, nem jó a csonnyárs, jó viszont a robbanó lövedék, ki lehet zónázni a srácokat. Az első torony így egészen biztos, hogy az éstukénél fog landolni, bocsánat, hogy
közbeszólt. Ha nem, nem, az akció, én tudom, hidd el. Ez bizony így van, Hikyu föl fogja robbantani az egészet, erre jó egy Zix. A kettő gyilkosság mellett a torony előny is most már a Rocketnél, és felé lettek. Tehát meglett az a cica alvás, meglett a kipihenés, úgyhogy itt vannak teljes gőzerővel, és szeretnék elhozni ezt a pontot, ami nekik még nincs, és az istukének nagyon nem akarják odaadni. Selfie-nek a Lulu-ja viszont elképesztő nagy sebzésre fog rendelkezni. Rá azért még egy kicsit hangsúlyt fektetnék majd a Rocket helyében. Szurdok hírnökében, miért Shook bajba kerülhet, ott a jégösény villani, aki a Shooknak és meg az éleplével is próbálkozott, de nem jön össze, Promiscue, és a többiek nem fognak ebbe beleszólni. Egy újabb célpont landol a Rocketnél. Hát kicsit kijátszották, mondhatni, ellenben Fiddlesticknek az egy tökéletes három emberes érkezés lett volna végső képességével. Nem tette meg, nem merte, pedig Lulu is ott volt, és tudott volna neki segíteni mind sebzésben, mind menekülésben és pajzsátadásban, hogyha erről van szó. Ez pedig egy csúnya rajtaütés, Memento érkezik. Ajaj, azonnal ott van a vérpest is, jó a füstbomba, Memento egyelőre, osztja a sebzés, Profit szintén, de nézd meg, Smitty J-t nem lehet elpusztítani! Lövi a torony folyamatosan Vladimirt, Vladimir! Gyönyörű stopperóra, közben megfélemítés nem jön össze Shooktól, jó a villanás, ott volt még amúgy. A jó kis hátizsák töltett Hikyunál, ebből kifolyólag, ha rá is megy Nocturne, akkor se sikerül megölni a Vladimirt, megvan, ooooh, a máznia Profitnak. Bizonyám. Hát 3-0, és a Rocket dominál, kettő darab toronnyal is tudnak vezetni, és gyönyörű szép összhangot láthattunk most jelen pillanatban az alsó és a jungle-es játékosok között. Átvették a toronyagrót, végül sikerült megölni, igaz, hogy két végső képességét, sőt hármat kellett ezért áldozni. Végre az éstuké azonban tud toronyban válaszolni. Ha-ha, de itt a revancs. Ugye nagyon nőtt az életereje, pontosan nagyon nőtt a torony életereire okozott sebzése. A hírnöknek cserébe őt is sokkal könnyebb most már elpusztítani, hogyha a szeme nyitva van és ott lehet őt sebezni. Selfie és Blank. Blanknek van, így van. Fagyos sírja, azonnal jön a vadon szavai. Selfie, hogyha belefut folyton a jégszilánkokba, nehezen tud majd elmenekülni. A fagyos börtön nem jön össze, viszont a jégszilánkkal se találja el Blank. Ebből kifolyólag elmenekül. Hát cseles, cseles ez a Lulu. Kevés sebzés még tehát egy, van egy korokpálcai a Blanknél, ami azért tudjuk, hogy nem egy fő sebző tárgy az AP sebzések operáló hősöknél. Még azért Selfie-nek ott van lassan most már mindene varázstöréstől kezdve, és nem kétséges egyébként, hogy 1v1-ben meg tudja ölni most jelen pillanatban Blanket. Ő nem szerette volna ezt továbbhúzni, plusz rengeteg sebzés kapott a penge csőröktől, többet, mint Blanktől egyébként. Igen. Ugye ez egy nagyon nagy hátránya a Lissandráknak, hogyha jégszilánkok nem találnak, amiket nagyon gyorsan, tényleg pár másodpercenként tudsz lövöldözni, akkor hihetetlen sebzés kiosztástól esel el. Ott a toronyrombolás Hikyutól. És elég hozzá egy Norskeren, tehát így megmutatja magát, lemerül, és mindenki fejvesztve menekül, és ez még rímelt is, tök jó. Elképesztően jó ez a hős, és tudják a profik is, hogy mekkora potenciál van benne, és félnek tőle. Na most már pedig akkor ez vagy kötelező tiltás, vagy kötelező elhozatal fog jelenteni, nem sokára. Selfie büntetés? Nem, mert elég gyors pixivel karöltve. Ugye 16. percnél járunk, hamarosan véget ér. Ajaj. Ez a szakasz. Van végső képessége Promiscue-nak. Van, és gyönyörű szépen kikerültem, hogy a Jósmentát és Hegysárkányt hoz el a Rocket. Tegnapi nap folyamán ez volt a legtöbbet elhozott sárkány, amúgy ötöt is elhoztak belőle, ma is kifejezetten jól szerepel, ugye kettőből egy itt van. Jön Norskeren, megint Selfie, most bajba kerülhet, most látják, vadonszavát azonnal kihasználja a Selfie, már ez is egy jó üzlet, ugye egy végső képességnek annyi. És pont egy Lulu végső képesség a csapatküzdelmek során azért fontos, fontos képesség. Igen, de nem tudom többször kihangsúlyozni, és nem is fogom, megígérem, hogy mekkora troll ez a Pike, amíg Lulu is eldobja a végső képességet, csak azért, mert meglátja, hogy érkezik. A Zix bomba! Boom. Hát azért Sheriffet most már nem túlságosan hatja meg, így a vérszomjasával visszatölti az életerejét, hogy arról van szó. Promiscue pedig egy csúnya csapdát fog itt állítani valakinek? Van nála toboz, ugye, úgyhogy tud, pontosan nem nála, hanem a közelben toboz, úgyhogy tudja szivatni az embereket. Most már meg tud menekülni, jön a jégösvény, jó fagyos gyűrű Promiscue-re, azonnal ott van a börtön is, jó még a csont húzás is, és végső képességével a Pike a gyilkos mélységgel elpusztítja. És ki kapott ebből sok pénzt? Lissandra. Blank.
Legalábbis remélem. Oh, szép jó, a lekötés. A kábítás, Szefiel is használja azonnal a megtiszteltetés, de a csontnyárs ellen nincs menekvés. Végső képességét használja Norx Kerem, még az is kevés. És a robbanó töltet is. Selfie. Hát. Nagy fókuszt kap, de mérje a gyűrődést, apám. Túlélő, túlélő, rendesen. Memento azért még beáll a bokorba, hát ha meg tudja ölni ezt a lulut. Egyszer sikerült eltüntetni, mondjuk ahhoz sok mindent be kellett dobni. Ellenben Pike-tól kapja az Memento villan, csúszik, és még mindig kevés. Jön a válaszlépés. Paranoiát kihasználtassuk, megint ott volt a vadon szava. Megfélemlítés szintén kiment, és megvan végül. Ki máshozná, mint Selfie. Jó büntetése volt ez a Rocket dzsungelesének. És jó pedig örömmel konstatált, hogy Pixi az ő szolgálatába szegődött, mert kellett ez a plusz sebzés, ami érkezett Selfie-től. Szép reakció volt a kezdeményezésre, és most már így, hogy nem sikerült megölni Selfie-t. Azt gondolom, hogy Memento villanása egy kicsit greedy volt, pláne, hogy nem követték le a csapattársai, pedig volt ott azért egy fiddlesztick a környéken, bár nem túl nagy életbiztosítás beugrani egy Lulu-val szemben a torony alá. És végre Súk látja a vörös Heather hátját sajátba. Itt van Memento, nem látják, hogy ő érkezik, haza akar térni éppen Selfie. Nem jó a visszapattanó lövedék, miközben Súk megkapja a vadonszabát, így elég tankos és sebzése is van. Hikyu próbál rá sebezni, de azért ő egy Zix célpontok ellen maximálisan jó, de még ezen a szinten karakterek ellen nem feltétlenül tudja kihasználni a sebzést, amire szüksége van. És hát ezt kihasználják Selfie-nek, a Lulu-ja jó. Nem Senkak magasságokba törő, de jó. Abszolút jól használja, és ugye pont erre szerettünk volna kitérni, csak hát beindult az akció tömeg a 16. percnél, hogy véget ért a játék első szakasza, most itt vagyunk a középső szakaszban, az is, a Rocket egészen szimpatikus előnyt alkotott, vagy hozott létre saját magának, ugye ott van az a 4000 arany, 3 torony, 2 sárkány, fantasztikus. De azért az Instukének a csapatharc kompozíciója nem olyan rossz, én azt kell, hogy mondjam. Persze kell idő Sheriffnek, hogy ez a Draven az tényleg 2-3 ütésből bárkit eltakarítson, főleg így a hódítóval. De elfog. De elfog, és életben is lehet azért tartani, hogy a Selfie továbbra is így nem kerül hátrányba, ha belegondolunk. Nagy fókuszt kap, de farmban bőven pályán van, és hihetetlen sok életerőt ad, meg pajzsokat fog tudni adni, hiszen varázssebzésre épít azért. És Luden azért hasznos tárgy. Elkészült a hashtag Proto Öv Profiton, úgyhogy egy kicsit agresszívabban is tud menni. Ott van mellette még azért a sebokozó Morellonom ikon. Ez egy fix dot úgymond, ami folyamatosan pörög rajta, hogyha éppen csatában van, vagyis az ellenfélen inkább. Még a mélységi maszk, Smitty G-nek a válasza erre. Plusz ugye gyors is lesz, hogyha szeretne. A dzsungelesek között a megszokott tárgyakat láthatjuk, ott a kis AD sebzés ellen Mementónak a cipellője, még mindig ott a stopper ura. Jaj, csonyás, Smitty J-re, 5 ember gyűrűjében a csógát. Tud-e majd erre valamit az Instuké reagálni? Jó a villanás! Ne! Forrest kimegy végül, csak meghal! Jézusom! Lissandra hozza el ezt a gyilkosságot. De mennyi mindenki kellett menni erre, hogy megöljék? De lassan reagál az Instuké, bocsánat meg, hogy a szabadba vágok, nem tudnak mit csinálni, védik az alsó ösvényt, és fölül van ugyan Sheriff, talán ennyi bónusz kapnak, hogy Sheriff szabadon farmolhat. Igen, és kell is neki ez a farm, de viszont így rengeteg célpontot buknak el, míg megvárják Dravennek a kiteljesedését, és egyébként nem vezet farmmal HQ előtt. Mondjuk gyilkosságban sem, HQ-nak 2 darab támogatással van több. 2 tárgy mind a kettőjüknél megtalálható lesz, amit hazamegy Sheriff vásárolni, ezt pont most megteszi. Nézzük is meg a visszajátszást. Kap egy csontnyásat, Smitty G, vissza van húzva kis csótány. Érkeznek a némítások, kábítások, plusz még kap egy füstgranátost is. Szép a felütés, de nem elég, hisz kap egy Zix végső képességet. Majd végül be lehet őt nyásalni és jégszilánkozni. Hát 5 ember ellen nem veszed fel a harcot, nem vagy te csacsi. Nem. Ő is egyszer-kétszer azért megjárta, aztán a végére a csogáttal egyébként megoldotta az 5 emberes érkezéseket rá. És ahogy a tegnapi nap folyamán ma is látjuk a jungle szörnyeknek a változatosságát, vagy a változékonyságát, amit a patch érint, hogy kevesebbet sebez a törékenyebb karakterekre, ellenben hát egy kicsit nehezebb is őt meggyilkolni. Igen, ugye az életreje nőtt, de összességében azért nem, tehát egy fokkal könnyebb elhozni, ahogy írták a kollégák. Suknál tartottam, Dakterja még nincs,
ott a fogazott tör még nála, vagyis már nála. Ellenben Mementónál a fekete hasítóbárd elég tankosságot fog neki adni a csapatharcok sűrűjében, és Zonja homokórája Blank. Jó kezdeményez, varjú vihar ott van, villan is egyből, de azonnal meghal a Fiddlesticks, a fagyos síra pedig Nocturne-t is be lehet csapdázni. Kettős gyilkosság Zigzen. Vérpest is már kiment a srácokra, Smithy J próbál menekülni. Ott van, Smithy J meg is öli gyorsan, visszaharap egyet Mementóra. Vigyázz a csogát, harap! Azért arról sem feledkezzünk meg, hogy Norskeren a gyilkos mélysége meg is öli. Oh. Nem sokon múlott, hogy a csonnyár. A villant is érte. Ne találjon be Norskeren. Nem fél. Nem. Nem, mert még van végső képessége és elég sebzés ki fog tudni osztani Dravenre, hogy esetlegesen meg tudja őt gyilkolászni. A csákány még talán nem biztosít neki annyi kritikus találatot, hogy meg tudja ölni Norskerent olyan gyorsan, mint ahogy ő meg tudná ölni a lövészt, és egyébként vicces, hogy támogató játékosról beszélünk, de nézzük is meg a visszajátszást. Nem látják egyelőre csogatot, aztán amikor már látják, akkor édes mindegy, beugrott Fiddlesticks, megpróbálta lehetetlen, nem sikerült. Most már van sebzés az X-ben, megjön Profit is teleporttal, ha elhasználja végső képességét. Smithy J-t egy kicsit nehezebben ugyan, de el lehet tüntetni a végén. Blank remekül használja ki a Zonja homokóráját, és rossz felé fordul Smithy J, de inkább talán mondhatni, hogy Selfie próbálta meg menteni és elvonni a figyelmet róla. Arra jó volt, hogy kettő ember túléje, viszont hármat adtak érte. 8-2 a gyilkosságok állása. És talán revansot akar venni a Rocket a G2-n, mert most azt mondja, hogy én zárom 13-2-ben a mai napot. Legalábbis megpróbálják, és minden jel arra utat, hogy jó lesz ez. Nem, mert Selfie-nek azért van visszatartó ereje Norskerennel szemben is. És nagyon-nagyon pörög amúgy a Rocket szekér. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam. Láthattuk amúgy a sebzés kiosztást. Az, hogy Sheriff, az az 1300 sebzési reményem szerint 2 alaptámadás lehet összesen. Egyáltalán nem sok, nem az, ami tőle elvárt. Átok nyelőt kénytelen venni. Jézus. Semmi kritikus sebzés lényegében nála, ha minden igaz jelen pillanatban. Ebből kifolyólag azért az ő sebzés potenciája nem túlságosan elégséges. Az őrszemjáték az zseniális a Rocketnek. Emiatt is úzták meg például az előző csatát is, azonnal olyan lőkvercet nyomta, kitört a sebváltó komolyan, amikor észrevették, hogy ez a varjú vihar hogy alakul, meg meglátták a csogatot kimászni a bokorból. Vicces, hogy a Scrantia Aurorium öklét fog vásárolni. Vagyis van neki. És az is vicces, hogy ott van. Most már nincs, eladta? Nem, ott van még a 7 jelzős blank fekete pecsétgyűrű, ami szintén bedob a latba, jó kis sebzés, plusz Norskeren pedig folyamatosan zónázza az egész. És tudjuk egy csapatát, hoppá! Csonyárs, jó, most már meg lesz a kábítás és érkezik közben Lissandra is. Kiment a végső képessége Selfie-nek, illetve Blanknek is, jó volt a megtisztulása. A teleportot végül nem használja el. Smithy J. De így van, viszont Smithy ez J. nagyon jó, mert nem tud érkezni a Baron Nashorra sem, amit egyébként el fog kezdeni a Rocket, és nincs senki a környéken, aki ezt megakadályozza. Nagyon jó. Hihetetlen bombája az Zignek, közben ne lepődjetek meg, néha sajnos lehet találni a külföldi kommentátorokat, de ez nem a mi hibánk! A Vladimir kivillan, gyönyörű vérpes is, kettő gyilkosság, itt is besegített Sheriff még, megmutathatja, hogy mit ér a Draven a 26. percben, Norskeren meg lehet enni, Smithy J meg akar enni, közben Baron Nashornál elhoz egy gyilkosságot, Memento, Nocturne halt meg, Profit, közben megöli Sheriffet, Smithy J egyedül nem fog tudni mit csinálni, kibeharapja, kitegyek meg, a fűbe! Harapját, tesó, ott van a gyilkos mélység, megvan az ász a Rocketnek. Plusz a Baron Nashor is remekül játszották, és megint Norskerent kell kiemelni, hátrébb ment, visszatöltött az életerejét, majd visszacsatlakozott a csapatharcba, és Sheriff olyan agresszívan próbálta megölni ezt a pálykot, hogy belehalt ő is. Honnan indult ez az egész? Látták, hogy Promiscu ott van, meg kellett akadályozni, hogy ő bemenjen a varjú viharral, erre Profit tökéletesen reagált, kiugrott végső képesség, plusz egy kis zigsebzés megtette hatását. Próbált azért Shook válaszolni egy paranoiával, de édes kevés volt már a tankos Mementóval szemben, aki folyamatosan a Baron Nashort csépeli. Eltűnt a túl agresszív Dravenünk, mert mint mondtam, Pyke-ot nem olyan könnyű megölni, és hát Smithy J tankos, de öt ember gyűrűjében megeszi ő is azt a halat, amit kifőz neki már Pyke, vagyis inkább kihalánsz. Onnantól kezdve már ász volt is Baron Nashor, és most mehet előre 2 darab hegysárkánnyal, plusz felhősárkánnyal a Rocket, és befejezheti ezt a mai mérkőzést.
Ugye beszéltünk arról, hogy Fiddlesticksben milyen jó kis piszkálódási lehetőség van, megfélemlítéssel is rendelkezik, ami egy viszonylag ritkán, meglehetősen hatásos képesség, de ettől függetlenül kevés, nulla sebzést osztott ki az előbbi. Smithy J bajba kerül, nem olyan talkos, ki is ment rá a fagyos sír, Sheriff dobálja a prengéket, de nem jó! Blanknek az életereje egészen lecsökkent, de Norskeren még akár piszkálódhat tovább, Sheriffet el lehet kapni, kimezdulnak rá, vajon a torony alatti lövöldözés azért még mindig kicsit bátor lehet. De... Milyen torony alatti lövöldözés? Igen, hol a torony? Igen, hol a torony? Ugye itt most az inhibitor torony életereje még kitart, de a felső ösvényen már kevésbé, hiszen ott vannak Jézus. A többiek, azonnal elpusztul. Középen szintén megy az offenzíva, Sheriff az elsődleges célpont, őt szeretnék elpusztítani. Kettő torony mínusz és Spike folyamatosan zónáz, az pedig vicc... Teljesen, és ott a csonnyárs is, még a kábítás is bejön, annál villant érte Spike, de tök jó, a hátsó sorban ott van Fiddlesticks, de ez egy olyan kis pálcika, amivel hát a fogát kitakarítja maximum a rocket, a beragadt ace-to-case kalpokat kihalásza. Hölgyeim és uraim, óriási sebességgel elhozza végül ezt a mérkőzést. A rocket megvan a mai nap első győztese. GG, megvan a lendület a Puma Jaguárokba, bocsánat. Viszont az Istuké lehet, hogy komolyabb problémákkal néz majd szembe. Hát nem volt az a kitartó játék, amit tegnap láthattunk tőlük. Ami megragadta itt a tekintetemet, hogy egy Ziggs végső képesség leszakított fél életerőt a Fiddlesticksből, és esélyt nem adtak arra, hogy ő visszaszipolyozzon bármiféle életerőt a minionokból. Hogyan is, hiszen ott volt náluk egy Ziggs, ha kiment volna kapsebzést, ha megpróbálják eltakarítani ezt a miniont kapsebzést, kiment volna be. Hát túljátszotta, azt mondom, a Rocket most jelen pillanatban az instrukét, és megérdemelten hozták el a pontot, mert amilyen karakterekkel érkeztek, azokat maga biztosan használták. Mindenki ott volt a helyén, el tudott ölni egy Vladimir Csogátot egy-egyben nem egyszer. Pike, azt mondom, hogy fenomenális volt, egyszerűen többször szeretném látni, ugyanúgy, hogy az ellenszerét is szeretném most már valamire. Ugye én azt mondtam, hogy a CC-vel rendelkező támogató játékosok megfelelőek Pike ellen, legyen az egy Morgana, legyen az egy Leona vagy egy Thresh. Mindenképpen szükség van rá, mert láttuk, hogy milyen nyomást tud gyakorolni az ellenfélre. Az az igazság, hogy Shugnak ez a Nocturne most már két napi játék után elmondhatjuk, hogy nem a legjobb, de legalábbis akkor nem jó, hogyha... Tehát hogy most az Ace-Rookie elleni recept az az, hogy gyorsan játszanak ellenük. Ugye beszéltünk arról is, hogy ez a Ziggs önmagában az alsó ösvényen hihetetlen sebességet tud diktálni Norskerennek. A Pike-ja szintén hatalmas lendületet adott a Rocketnek, és a többiek pedig már innentől kezdve elvoltak. Tehát egy Vladimir nem kellett félteni az ösvényen, sőt ugye hozta is Csogáttal szemben. A Lissandra pedig a játék későbbi szakaszában tud amúgy is kiteljesedni. A lényeg, hogy föl tudott venni egy olyan lendületet a Rocket, amivel az H2K-nek semmilyen válasza nem volt. Egy ilyen lassú dzsungelessel karöltve. Én úgy gondolom, hogy Shugnak a játék korai szakasza az nagyon nem passzol ahhoz, hogy ők az ilyen erőségű csapatokkal fölvegyék a versenyt. Én azt mondanám, még talán ami hiba volt, hogy 5v4-eztek folyamatosan. Sheriff nem vett részt ugyanúgy, mint Shug a csapatharcokban a 25. percig. Ezt láthattuk, hogy Ziggs-el meg Pike-kal karöltve milyen játszikönnyedséggel elhozták a célpontokat, legyen az egy baronnasor, legyen az egy sárkány, vagy esetleg átvették még a szurdok hírnökét is az éppen aktuális Shug elhozatal elől. Tehát az nagyon csúnya volt. Maximálisan jó volt a makrójátékuk, az őrszemekben végigvezetni tudtak, kétszer annyi őrszempontja volt Pike-nak, mint Fiddlesticksnek. Talán egy kicsit nagyobb fókusz kellett volna fektetnie majd az Istukének a következő héten, meglátjuk, hogy mennyit fejlődik ezokból is. Én azt mondom, hogy GGVP hatalmas volt most a Rocket. Abszolút, nagyon szép játékot láthatunk tőlük, viszont a mai nap folyamán még hátra van 4 darab mérkőzésünk. A következő a Misfits, illetve a Unicorns of Love között fog zajlani. Most elmenjünk egy rövid szünetre, tartsatok velünk utána is!